Ötödik alkalommal szervezték meg a könyvtárban működő francia nyelvkör tagjai a Francia Kultúra Napját. Az április 15-én megrendezett bemutató ismét nagyszerű élményt és finom ételeket kínált az érdeklődőknek. A francia nyelvkör 2009. szeptemberében alakult meg, és a tagok közreműködésével, valamint Dögei Imréné szakmai vezetőnek és Prinyi Tündének a csoport vezetőjének irányításával minden évben bemutatkoznak az érdeklődőknek. A kis csoporthoz rendszeresen csatlakoznak a Kossuth Lajos gimnáziumnak azok a diákjai is, akik francia nyelvet tanulnak. A nyelvkör első rendezvénye 2010. április 20-án volt, s azóta rendszeressé vált, hogy tavasszal, egy délutánon a francia kultúrából adnak ízelítőt a könyvtárban. Az ízelítőt szó szerint értjük, hiszen van itt francia történelem, földrajz, építészet, költészet, zene, hagyományok, és ezek mellé többféle különlegesség az ország gasztronómiájából. González Judit is állandó szereplője a nyelvkör előadásainak. Ezúttal a francia húsvéti szokásokról mesélt. A legelső érdekesség az volt, hogy Franciaországban a harangok hozzák a tojásokat. Az egyházi hagyományok szerint nagypéntek és húsvét vasárnap között nem szólnak a harangok, mert csütörtökön Rómába vándorolnak, majd tojással megrakodva térnek vissza. Hazafelé elszórják a tojásokat, amit húsvét vasárnapján a gyerekek keresnek meg. A csokiból készült harang, tojás és nyuszi figurákat a szülők rejtik el a kertbe, vagy valamelyik parkba. Franciaországban a húsvéti főfogás a bárány, az édességek közül a jellegzetes kalácsot kell megemlíteni. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nord. Avec ta robe blonde, je ressemblais à un acteur de Marie de Marsan. Et je me souviens. Je me souviens très bien de ce que j'ai vu ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin. Le soleil et le bonheur qui passent sur le bonheur.
Gál Csaba, a Kossuth Lajos gimnázium tanára a csodálatos Mont-Saint Michelt mutatta be. A szigeten található épületegyüttes a világörökség részét képezi. Tanár úr részletesen magyarázatot adott a sziget keletkezéséről, fekvéséről, az épületek történetéről. Bemutatta az apátságot, annak részeit, a lépcsőktől kezdve a zarándok teremig. A szerzeteseken kívül szigetnek nagyjából 60 állandó lakosa van. A sziget jellegzetes étele az omlett, amelyhez előírásszerű ritmusban kell a tojást felverni, majd a tésztát részből készült edényben szabad tűzön sütik meg. Különleges étel a kicsit sós ízű bárányhús. Gál Csaba azt is megmutatta, hogyan épül a szigetet a szárazfölddel összekötő új híd, amely megkönnyíti majd a közlekedést. Közben megéhezett a díszes vendégsereg, akiket szépen megterített asztalok vártak a kis teremben. Érdemes volt kóstolgatni a finomságokat, majonézes makarónit, avokádóból és narancsból, illetve burgonyából és lilahagymából készült salátát. Ez utóbbi azért ismerős volt, egy érdekes fűszer kivételével, mintha hazai krumpli salátát ettünk volna. Köszönjük a francia nyelvkör tagjainak, a gimnázium diákjainak a műsort, az ismereteket, a szórakozást és az uzsonnát.
minden nagyon könnyed, elegáns és finom volt.